Ma egy olyan világban élünk, és ez főként igaz a nyugati civilizációra, ahol megpróbálják az egész erkölcsi szellemi teret úgymond deheroizálni, ami azt jelenti, hogy az a törekvés erősödik egyre inkább, amely azt mondja nekünk, azt akarja velünk elhitetni, hogy nincsenek hősök, nincs szükség hősökre, és így példaképekre se. Ez abból az eszmei talajból nőtt ki, amely az anyagon kívül semmi mást nem ismer el, semmi más magasabb rendű minőséget, ezeket az eszméket és ideákat kigúnyolja, a sárba tiporja, és ebből az anyagjelvű felfogásból farag példaképet, ha úgy tetszik, ellen példaképeket, és ezeket tárja az ifjúság elé. Pedig egy nemzet miensége nagyban múlik, sőt döntően múlik az ifjúság miensége. Viszont az ifjúság miensége pedig nagyban, és erre is lehet mondani, döntően múlik azon, hogy vannak-e olyan eszmék és ideák, amelyeket követ, és ebből kiválasztva tud-e maga elé példaképeket állítani. Tavaly ősszel már hallattuk a hangunkat Esztergomban, amikor is Prohászka Ottokár számára díszpolgári címet követeltünk, hiszen Prohászka több mint 20 éven keresztül működött Esztergomban, dolgozott a szebb magyar jövőért, és én ennek a tiszteletnek a jegyében vagyok itt, és vallom, hogy a prohászkai életmű az egy olyan nagyszerű alkotás, amelyet nem csak hogy őriznünk és ápolnunk kell, hanem kötelességünk azt a jelenkor nyelvére lefordítani, és azt továbbadni a fiataljainknak. De épp úgy igaz ez az állítás Tóth Tihamérra is, és itt vagyunk egyébként a egyetemi templom előtt. Tudni kell, hogy Prohászka és Tóth Tihamér is itt prédikáltak, sőt Prohászkát itt érte a szószéken a halál, és azt is el kell mondani mindkettőjükről, hogy az akkori kor ifjúsága felnézett rájuk. Abban foglalható össze a legfontosabb üzenetünk tehát, hogy Istenben hívő, a hazáért dolgozni és áldozni képes, embertársainkon segíteni akaró, bátor fiatalokra van szüksége Magyarországnak, és hiszem, hogy Tóth Tihamér munkássága, illetve a prohászkai világnézet ennek a nemes jellemnek a létrejöttében nagyban tud segíteni, ha feltárjuk a benne rejlő kincseket, mi azon leszünk, hogy ez így történjen. A Mi Hazánk ifjaival úgy gondoljuk, hogy Tóth Tihamér születésének évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hangsúlyozzuk, példaképeket kell állítani az ifjúság elé. Minden kornak megvolt a maga szellemisége, és ennek megfelelően történt a gyermekek neveltetése. 1945 előtt a nemzeti és keresztény értékrendnek megfelelően vált egy egész ország példaképévé Prohászka Ottokár, és minden cserkész példaképévé Tóth Tihamér. 45 után azonban a kereszt helyére a vörös csillag, Jézus helyére Sztálin, a nemzeti és keresztény értékrend helyére a szocialista útmutatás, a cserkészet és Levente mozgalom helyére a KISZ, illetve a DISZ kerültek. 1990-től a liberalizmus szabadság vágya kapott szárnyakra, azonban ez a szabadság hamar szabadossággá változott, a liberalizmus eltűnt, és a kulturális marxizmus közbenjárásával megszületett a gender ideológia, és így a posztmodernitás, ami egy identitását vesztett, egy identitását fosztott generáció felcseperedéséhez vezetett. Így nem maradt más megoldás, mint hogy példaképeket kell állítanunk az ifjúság elé, hiszen a jelenlegi ifjúság céljait tekintve hedonista és materialista, tehát anyagias célokon túl más célokkal nem rendelkezik. Árpádházi királyainktól megkezdve, Mátyás királyon keresztül, Széchenyi, Prohászka, Tóth Tihamér tevékenységéig. Rengeteg kiválósággal rendelkezik történelmünk, akiknek életútját tanulmányozva oktatási rendszerünknek, oktatási intézményeinknek lett volna eddig is kötelessége, hogy megteremtse a hőskultuszt, eztán pedig kötelessége kell, hogy legyen. Hogy oly kevesen ismerik Prohászka Ottokár és Tóth Tihamér nemzetnevelő munkásságát, az az elmúlt több mint 80 évünk szégyene. Amennyiben politikai elitünk és ezáltal oktatási rendszerünk úgy dönt, hogy a pusztulás terén élenjáró nyugat nézeteit követi, úgy nem csak keresztény és magyar értékrendünket veszítjük el,
hanem emberiességünket is. Ha nyugaton a gyermekre bízzák nemének megváltoztatását, ha rábízzák, hogy fiú vagy lány akar-e lenni, úgy nekünk kötelességünk a felelősség teljes családtervezésre és gyermeknevelésre nevelnünk ifjúságunkat. Ha nyugaton a gyermek a bíróság előtt támadhatja szüleinek nevelési elveit, úgy nekünk meg kell erősíteni szülők, nevelők, tanárok, pedagógusok tekintélyét. Ha nyugaton úgy tartják, hogy a gyermek eldöntheti számára, mi helyes, mi helytelen, tulajdonképpen önmagát nevelje, úgy nekünk nem marad más választásunk, mint hogy példaképeket kell állítanunk az ifjúság számára. Meg kell óvnunk őket az életellenes gondolatoktól, és vissza kell terelnünk az egyetlen helyes útra, az erkölcs útjára, melyet keresztényi, voltaképpen európai hagyományainkhoz hűen egyedül keresztényi értékrendünk hozhat el számukra. Mert a valódi büszkeség nem LMBTQ embernek lenni. A valódi büszkeség nem a BLM-et támogatni európaiként, a valódi büszkeség keresztény magyarnak lenni. Ebben a szellemben követeljük ifjúságunk neveltetését és oktatását, mert egyedül ezáltal teremtődhet egy életerős ifjúság és egy életerős nemzet.